Hello mindenkinek, Rezsek vagyok, és mivel ismét itt a vasárnap, mondanám, hogy itt az ideje az újabb anime és videónak, azonban a mai kivétel lesz, ugyanis ezen a héten pénteken, azaz durván két nappal ezelőtt egy nagy bejelentés történt a Gothic franchise-ot illetően, amit úgy érzek, hogy egyszerűen nem hagyhatok szó nélkül, ugyanis a THQ Nordic úgy döntött, hogy újra feldolgozzák a Gothicot. Aki már hosszabb ideje követi a csatornámat, szerintem neki nem okoz meglepetést, ha azt mondom, hogy a Gothic széria az az én életemben eléggé meghatározó volt. Gothic végigjátszásokkal kezdtem az egész YouTube csatornámat, először kivittem az első részt, aztán a második részt kiegészítővel, pár évszünet után pedig visszatértem, és a harmadik részt is végigjátszottam, a negyedikről pedig még mindig nem beszélünk, mert az az én szememben nem Gothic, hanem csak úgy simán Arcania. Maga a Gothic széria az az első résztől a harmadikig tart véleményem szerint. Elvégre abban a három részben ugyanaz a főszereplőnk, és az ő útját kísérjük végig egészen onnan, hogy egy semmit nem érő rabként bedobják a büntető kolóniába, mint minden más törvényen kívül itt onnan nagy nehezen kijut, Corinisbe megy, ahol a lovagokkal együtt működve fel kell számolniuk a volt büntető kolónia helyén gyülekező sárkányok vezette ork és gyíkember hadsereget, és csak ezután térhet vissza a fő kontinensre, ahol a király vesztésre áll az orkok soha véget nem érő hada ellen, és a történetnek az a vége, hogy a főszereplőnk, akinek a nevét egyszer sem hallottuk a játék során, harmadik Robár királyként lesz az uralkodója Mirtanának, és az a mi választásunk, hogy az orkok támogatásával írja ezt el, vagy legyűrjük a gonoszt és a rendet újra helyre állítva egy békés időt hozunk az emberiségnek. Mondjuk vannak teóriák, hogy a semleges végkifejlet az igazi ending, hogy az istenek befolyását eltüntetjük a világból a Szent Páncél megsemmisítésével, és ezt követően a felsőbbrendű entitások elhagyják az emberiséget, és egyesek szerint a Risen innen folytatja a sztorit, ugyanis az istenek elnyomása nélkül felébrednek a titánok, és maga a Risen ugye ezt a fejezetet dolgozza fel az emberiség történetében. De ezt úgy tudom, hogy soha nem okézták le hivatalosan, hogy ez a helyzet, szóval ez csak teória, na de arra akarok kiukadni, hogy a Gothicnak a története és a világa volt az egyik legerősebb pontja, mind a mellett, hogy a videójátékok között az egyik legelső nyitott világú szerepjáték volt, amiben kardokkal, íjakkal, valamint mágiával harcoltak az emberek a világ sokfajta szörnyei, valamint egymás ellen. Amikor a játékot 2001. március 15-én kiadták, azonnal felrobbant a hírneve, és az emberek innentől kezdve hosszú éveken át keresgéltek olyan játékokat, amik visszaadják azt a jellegzetes Gothic érzést, aki játszott az első része szerintem biztosan tudja, miről beszélek. Az a feeling, amikor bedobnak minket a kolóniába az első rész elején, váltunk pár szót Diegóval, majd elindulunk a régi tábor irányába, és megszólal a játéknak a zenéje, a nyomasztó, de mégis varázslatos atmoszférával vegyítve, most az egy olyan élményt ad a játékosnak, amit éveken át nem lehetett utánozni, sőt, ami azt illeti, én napjainkig nagyon kevés játéknál éreztem ezt a fajta kíváncsiságot egy ilyesfajta világ iránt, mint amikor először leültem gotikozni. Persze rengeteg jó játék van már napjainkban, amik minden tekintetben felülmúlják ezt a kőkorszaki darabot, azonban annak ellenére, hogy minden évben akad legalább három olyan játék, amit én nagyon szeretek, így is pár havonta mindig leülök és játszok egy pár órát a Gothic első vagy második részével, mert sokszor úgy érzem, mintha honvágyam lenne, mintha egyfajta otthonként maradt volna meg a fejemben az adott szerepjáték, ami az időről időre visszatér, és nem számít hányszor viszem ki, mindig pontosan ugyanazt az érzést fogja nekem visszaadni. Sok éven át azt hittem, hogy a Gothic széria már csak egy kellemes emlékként fog megmaradni, amire az én generációmnak rengeteg tagja egy nagy nosztalgikus mosoly közepette emlékszik vissza, és én már teljesen beletörődtem abba, hogy ez a széria véget ért, hogy ebből már nem lesz több. Erre most pénteken, 2019. december 13-án felvillant előttem egy poszt, hogy nem más, mint a THQ Nordic, akik egy számomra szintén nagyon kedves játék szériát, a Darksiders-t csinálják. Nos, ők újra fel akarják dolgozni a Gothicot. Kiraktak egy videót a YouTube channeljükre nemrég, amiben Diego ül egy tábortűznél és nosztalgikusan beszél arról a pöce gödörről, amit büntetőkolóniának hívtak, és arról a bizonyos rabról, akit egy nap oda bedobtak, mit sem tudva arról, hogy mindent gyökeresen meg fog változtatni. Egy rövid játszható demót már ki is adtak, amit mindenki megkapott ingyen, akinek Steamen megvan valamelyik Gothic része, és az egész rajongói tábort arra kérik, hogy ha van igény erre, akkor támogassák őket a véleményükkel, hogy megérné-e az egész játékot így megcsinálni, avagy sem, illetve hogy miken kéne még változtatniuk. A grafika amúgy egyszerűen gyönyörű a demóban, a különböző szörnyeket eltalálták, a harcrendszeren még bőven van mit finomítani, illetve egy kicsit még túl van tolva a világítás, nem adja vissza kristálytisztán azt a barbár, nyers, kiforratlan érzést, amiért annyira szerettük, főleg az első részét a Gothicnak, szóval úgy tűnik egy nagyon kellemes emlék kopogtat nekünk gamereknek az ajtón, és teljes mértékben rajtunk múlik, hogy ez megvalósuljon, szóval ha elég támogatást kap a THQ Nordic új projektje, úgy tűnik még egyszer, ezúttal minden eddiginél szebb grafikával térhetünk vissza az általunk annyira kedvelt bányavölgybe.